Assistance Magyarország és olyan az egész Magyar Telekom csoport azért döntött arról, hogy az Infotér konferencia szponzorai közé lép és egyik főszponzor lesz, mert hiszünk abba, és tudjuk, és látjuk, és évről évről látjuk azt, hogy az Infotér az egyik legnagyobb seregszemléje az egész infokommunikációs szakmának. Fontosnak tartjuk, hogy ez a lehetőség van, fontosnak tartjuk, hogy a kollégák, a hatóság, a kormányzat és az üzletszereplői találkozzanak egymással. Fontosnak tartjuk, hogy elinduljon egy párbeszéd, amely a digitalizációról fog szólni, és a transformációról fog szólni, és leginkább a jövőről fog szólni. Visszajáró vendég vagyok, évek óta támogatóként is itt vagyunk, nem is tudom, hogy milyen régóta támogatjuk, amióta én emlékszem, támogatója vagyunk az eseménynek. Azt gondoljuk, egy nagyon fontos konferencia abból a szempontból, hogy az informatika, az infokommunikáció és mostanában igazából a digitalizáció kérdéseiről, szakmai és társadalmi kérdéseiről beszélgetünk, úgyhogy mindig nagyon érdekel. Szünetek is nagyon jók, mindenkivel lehet találkozni, esti események is nagyon jók, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön. This is a fantastic event because it's bringing together all the key people from the industry at a critical time for Hungary when we want to make a breakthrough and make the gigabit society a reality. So it's very, very important to have all the key players in telecoms and ICT here. And that's why I just think this is a great conference. Vodafone is about to acquire UPC, and when we get approval for that, it means we will be very well placed with a 5G spectrum and also with the fixed capabilities of UPC to really help accelerate this development. So it's very important we're here today, talking to the partners that we need in this, talking to the stakeholders. A Mastercard azért támogatja a konferenciát, mert azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó terep arra, hogy sok különböző szereplő előtt megoszthassuk az ötleteket, a gondolatokat és a véleményeket, és hogy kialakítsunk egy párbeszédet. És nekünk idén is van több olyan fontos témánk, amikről azt gondolom, hogy nem csak szűk szakmai keretek között, hanem egy tágabb társadalmi kontextusban is fontos beszélni. Fókuszpontok, a témák, a témáknak a felsorolása, amelyek leginkább magukban hordozzák a digitalizációt, a transformációt, a digitalizációval kapcsolatos kihívásokat, és mindazokat a kérdéseket, amik a jövőnket meg fogják határozni. Ezt is azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja az Infotérnek az erejét, felkészültségét, hogy a kurens témákat teszik az asztalra, és mi azokról tudunk válaszolni, azokról tudunk értekezni, azokról tudunk beszélni. Én azt gondolom, hogy most már eljutott az a rendezvény, hogy minden olyat tartalmaz, ami szerintem a magunk fajta döntéshozó embernek szükséges, hogy jó döntések szülessenek meg, azokat jól elő tudjuk készíteni. Én azt gondolom, hogy ez a konferenci most már teljes, úgyhogy csak arra kell figyelni, és az a fontos szempont, hogy minden esztendőben meg lehessen rendezni.